Idén december 28-ától már árusítható a tűzijáték, és bizonyos ilyen típusú termékeket már használni is lehet, mondta el stábunknak a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke. Cseh László kiemelte, hogy a jogszabály nem változott. Minimális változások voltak benne, de jelen pillanatban nem érinti a felhasználókat ezek a változások, tehát ugyanaz, mint tavaly előtt vagy előtte időszakban az 1-es, 2-es, 3-as pirotechnikai termékek vásárolhatók, de ugye az üzemeltetésénél van nagyon fontos különbség, hogy az 1-es, 2-es pirotechnikai termék az 28-án 6 órától, a 3-as pirotechnikai termék pedig csak 31-én este 6-tól, és mind a három kategória ugye január 1-én 6 óráig lehet üzemeltetni ezeket a termékeket. Hozzátenném még azt, hogy nagyon figyeljünk oda a vásárlásnál a biztonsági rendszabályokra. Kérdezzük meg az eladókat, ezek az eladók, mind az árusító, mind aki segítőnek ott van, tudja, tehát termékismerettel kell, hogy rendelkezzen. A polgárőrség folyamatosan járőrözni fog az év végén is, így többször is találkozhatunk az önkéntes egyenruhásokkal, ugyanis volt már arra példa, hogy baj történt. Sajnos tavaly évben még nekem is a szűk, nem mondom családi kör, de nagy család, mint polgárőrség, körbe volt olyan ember, aki a rakétát, amit egyébként a legveszélyesebb pirotechnikai terméknek gondolom, én mint pirotechnikus, leszúrta a földbe, és így természetesen nem a levegőben, hanem a földön robbant, és meg is sérült. A rakétánál nagyon figyeljünk oda, a rakétát nem szúrjuk, a pálcika nem azért van, hogy a földbe szúrjuk, a pálcikát azt viszi magával a rakéta, és pont ebből kifolyólag, aki volt katona, és ugye még azért elég sok ember van, aki volt katona, nagyon jól tudja, hogy az RPG gránátnál is pont a hosszúsága miatt teljesen másképp viselkedett, mint egy lövedék a levegőben, és nagyon gyorsan eltérül az irányától, tehát nem felfelé, hanem jobbra-balra. Én azt javasolnám, hogy a rakétákat épületek között egyáltalán ne használják, csak külső téren, illetve, hogyha lehet, akkor inkább szorítkozzanak a telepekre, azok nagyon biztonságosak, a 16-20-25 lövéses telepek. Ilyen eszközöket is vásárolhattak az érdeklődők, hiszen Cseh László pirotechnikusként ezzel is foglalkozik. Az egyes típusok megvásárlása a korhatárhoz kötött. A 3-as kategória 18 év fölötti személyek, illetve hogyha 14 év fölötti a személy, akkor az 1-es kategóriás termékeket, 16 évtől 1-es, 2-es kategóriás termékeket tudja vásárolni a kedves vásárló, hogy így mondjam. Vannak a játékos pirotechnikai termékek, és vannak a komja termékek, amik a telepek, rakéták, római gyertyák. A telepekről annyit kell tudni, hogy a telepek az általában 16-25 lövésig mennek, ez kaliberfüggő, 20-25 mm-es átmérőjű csövekből jön ki a termék, egy gyújtással ellövi azt a mennyiségű töltetet, tehát csövet, ami össze van tömbösítve végül is. A római gyártyák azok 5-8 lövésesek szoktak lenni, pontosabban kisebb termékben van 20 lövéses római gyártya, de az effekteket nem csinál, az csak színes gömböket lő föl. Mindenféleképp az a fontos, hogy a terméket, amit megvásárolt, használja föl, mert tárolni ezeket a termékeket, pontosabban azokat, amelyek egészében forgalmazhatóak, azt lehet tárolni is, de a termékek nagy része nem az, úgyhogy azokat mindenféleképp használják el, mert ha nem, akkor január 5-éig vissza kell szállítani a forgalmazónak, aki térítésmentesen, tehát nem ad vissza semmiféle összeget, megsemmisítésre meg el kell, hogy küldje. Cseh László, aki már mintegy 30 éve pirotechnikus, azt mondja, egyre népszerűbbek a látványos termékek, amik hosszan tartanak. Tapasztalatai szerint a kitelepülés utáni első és utolsó napon a legnagyobb a forgalom. Ugyanazt tapasztaljuk, mint az eddigi évek során. Első nap egy kicsit jobban megbolondulnak az emberek, második nap pihennek, harmadik nap megint, és negyedik napon a zárás előtt egy-két órával akkor bolondulnak megint, és akkor akarnak vásárolni. Vannak visszatérő vendégek, aki el is viszi és el is lövi, és másnap megint megjelenik ugyanúgy és vásárolja a termékeket. Azt mondható, hogy az apróbb pirotechnikai termékeket, varázsvirág, pattogó, egér, kisebb római gyertyák, ezt ilyen töltelékárúnak viszik, és a telepeket, a komolyabb telepeket is most már elértük azt a szintet, hogy nem a rakétázása fontos, hanem ezeket a komolyabb telepeket megveszik és viszik el, mert ennek a látványa hosszabb és jobb is. De vannak az igazi ínyencek, azok még mindig rakétáznak, mert neki egyesével kell, hogy ellője, és egy termékbemutatót szeretne otthon csinálni magának, nem egy élményt.
továbbra is tilos petárdát használni, sőt birtokolni és vásárolni is. A szabálysértőkre akár 150 000 forintos bírság is kiszabható.